Köszöntöm az esti mérleg nézőit. Az október 13-ai önkormányzati választáshoz kapcsolódóan ezen a héten ismét a polgármesterjelöltek mutatkozhatnak be itt a stúdióban. A vendégem Horváth Tancsa Ágnes, a Szövetségben Fehérvárért Egyesület polgármesterjelöltje. Köszöntöm a stúdióban. Szép napot kívánok. És korán is mondtam, az aláírásokat szeptember 9-ig lehet gyűjteni. Székesfehérváron 4 polgármesterjelölt indul majd a választáson, az egyik ön. Hogyan lehet értékelni az eltelt időszakot, így az aláírás gyűjtés időszakára gondolok? Én kimondottan pozitívan tekintek vissza, tehát nekünk ez egy kellemes élményként marad meg. Egyrésztről azért, mert akikkel tudtunk találkozni és beszélgetni, ők a programunkat visszaigazolták, olyan visszajelzéseket adtak, ami alapján jó irányba gondolkodunk és jó irányba haladunk. Másrésztről pedig nem voltak olyan negatív tapasztalataim, mint korábban egy párt aláírás gyűjtése kapcsán megvoltak. Viszont ami egy kicsit elgondolkodható mégis, az nem hozzánk kapcsolódik, tehát tőlünk ez független, hanem sokkal inkább a rendszernek a kérdése, hogy nagyon sokan nem voltak egészen biztosak abban, hogy ők az adataikat szívesen kiadják. Tehát, hogy itt volt egyfajta félelem a tekintetben, hogy személyes adatokat kell kiadni. Itt ugye kell a név, a lakcím, a személyi szám, és akkor úgy az aláírás. Ennek többféle oka volt, de ez eddig még nem volt ennyire erősen tapasztalható. Tehát az elmúlt időszakokban ez talán most már a sokadik ajánlás gyűjtésem volt. És még egy, ami talán fontos lehet, hogy nagyon sok ajánlásunk érvénytelen volt. Nem azért, mert mi voltunk figyelmetlenek, hanem azért, mert hogy jellemzően lakótelepi városrészekben hiába állt ott az ember az ajtaja, a saját ajtaja előtt, a saját lakcímkártyájával és minden stimmel, nem szerepel a névjegyzékben. Úgyhogy én arra buzdítok mindenkit, hogy aki szeretne élni az állampolgári jogával, és választani szeretne, és szavazni szeretne, az ellenőrizze le, hogy valóban szerepel-e a névjegyzékben, kapott-e értesítést erről, mert ha nem, akkor lehet, hogy ott fog szembesülni, amikor majd 13-án voksolna. Most ugye egyesület polgármesterjelöltjeként szerezte meg ezeket az aláírásokat, vagy gyűjtötték össze az aláírásokat. Mennyivel másabb ez, mint amikor 5 évvel ezelőtt, akkor még ugye párt színeiben indult el a választáson? Kicsit változó, mert van akinek a gondolat menetébe sokkal inkább az a tendencia van meg, az a hagyományos kép él, hogy csak pártokban lehet gondolkodni. De néhány perc beszélgetés után általában ezek a nézetek azért változnak, finomodnak. Én azt tapasztaltam, hogy nyitottak az emberek, és sok esetben az országos politikai csatározásból nagyon elegük van, és ezért szívesen veszik azt, hogyha valaki valóban csak a helyi ügyekkel szeretne foglalkozni, és konkrét a helyi ügyekre, valós problémákra, valós megoldási lehetőségeket kínál. Úgyhogy ebből a szempontból én azt mondom, hogy ez most nekünk egy sokkal kellemesebb, sokkal kényelmesebb ajánlásgyűjtési időszak volt. Ugye egyesület jelöltjeként, polgármester jelöltjeként indul, de nincsen egyedül ugye az egyesülettel. Milyen szövetségesekre lehet számítani? Így van. Az, hogy egy budapesti pártközponttól mi függetlenítettük magunkat, és ezért egyesületként működünk, az nem jelenti azt nyilvánvalóan, hogy a választás alkalmával mi teljesen egyedül vagyunk, és nincs egy olyan országos lobby lehetőségünk, egy olyan országgyűlési képviselőhöz nem tudunk fordulni egy kérdéssel, akinél esetleg sikert is érhetünk el az adott témában. Úgyhogy ennek okán a mi hazánk, illetve a miép az, ami támogatja az egyesület indulóit. Ezt szeretem mindig kihangsúlyozni, hogy ez azt jelenti, hogy ők indulnak a mi színeink alatt, és nem mi indulunk az ő színeik alatt, és azt gondolom, hogy ebben benne van minden. Tehát ők elfogadták a programunkat, azt támogatják, a mentén kampányolnak, és később, ha megválasztják őket, akkor ementén fognak képviselni is a városban érdekeket. Tehát ők nem pártkatonaként vesznek részt ebben. Viszont a támogatásuk meg nagyon jól esik, hiszen azt jelenti, hogy a nemzeti oldalnak van egyfajta összefogó ereje, és ez Székesfehérvár esetében nálunk összpontosul. Ugye említettem egy programot, amivel a szövetségesek is egyetértenek. Mik a fő pontjai ennek a programnak?
Hát ez egy 12 pontos, meglehetősen hosszú kis program, a kicsit idézőjebe téve erősen. Ki szoktam ebből emelni, hogy az oktatás kérdését, az egészségügy kérdését, a közlekedést, most már többször volt lehetőségem ugye a környezettudatosság kérdéskörével is foglalkozni, de nyilvánvalóan ennél azért sokkal több rétűbb. Hogyha megint van lehetőségem ugye kiemelni ebből, akkor az egészségügy kapcsán én azt egy fontos alap kérdésnek gondolom, hogy a házi orvosi rendszert szeretnénk megerősíteni. Azt gondolom, hogy a kórházba az elmúlt években egy 700 milliós nagyságrendű forrás került be az egészségügyi rendszer támogatásába, de ezt nem érzékeljük. Tehát nem lehetek rövidebbek a várólisták, nem érezzük az ellátási színvonalát sokkal-sokkal magasabbnak. De hogyha a házi orvosi rendszerbe ki tudunk telepíteni olyan eszközöket, olyan alapvető diagnosztikai eszközöket, amelyek tehermentesíteni tudják a kórházat, ugyanakkor a fehérváriakhoz sokkal közelebb hozzák helyileg is ezt a diagnosztikát, akkor én azt gondolom, hogy azzal már valóban tudunk egy olyan minőségi előrelépést tenni, amit érezni fognak a saját bőrükön a fehérvári emberek. Orvoshiány, ezt nem győzöm hangsúlyozni, és ezt most már évek óta egyfolytában szajkózom, hogy a házi orvosaink mind a felnőtt, mind a gyerek részt tekintve, vagy csak úgy általában az alapellátás egészét tekintve, elérték azt a kort, amire azt tudjuk mondani, hogy az 50%-uk a 60 éves elmúlt. Ez azt jelenti, hogy tapasztaltak, rengeteg embert ismernek, ugyanakkor a megérdemelt pihenés felé lépegetnek, és az utánpótlás nem dübörög a városkapun. Úgyhogy ehhez mindenféleképpen szükség van egyfajta mentorrendszer, ösztöndíjprogram, lakhatási támogatás kialakítására, amivel el tudjuk érni azt, hogy a fiatal orvosoknak igenis legyen kedve, és legyen motivációja arra, hogy Fehérvárra jöjjenek, és ezt az egyensúlyt helyére billentsék. Különben 10 éven belül komoly ellátási problémákkal fogunk szembesülni. Közlekedés. Nyilván azt gondolom, hogy a fehérváriak kedvenc témája. Órákat tudunk róla beszélni. A fehérvári közlekedést én azt gondolom, hogy az alapjaitól kell újjá szervezni. Egyfajta célt kell kitűzni magunk elé, és ezt a célt én abban látom megfogalmazódni, hogy azt tudjuk mondani, ne kötelező legyen valamilyen, ne kényszerből kelljen valamilyen közlekedési eszközt választanunk, hanem tudjunk választani magunktól, szabadon, hogy ma az én igényeimnek a legjobban a kerékpározás fog megfelelni. Vagy most inkább gyalog megyek, vagy most beülök autóba, mert az jobb. Vagy közösségi közlekedést választok. Ez a feltétel most nem adott. Most az az adott, hogyha valamit nagyon ráérősen akarok elintézni, akkor tudok váltani autóról. De félek biciklivel közlekedni a városban. Gyalog viszonylag kis távolságon belül kényelmesen meg lehet oldani, de azért vannak olyan esetek, amikor ez nem kivitelezhető. A közösségi közlekedésben, ha elértem a busz, szerencsém van, ha csatlakozás kell, akkor már nem biztos, hogy szerencsém van. A szolgáltatás minőségét megint csak nem kell bemutatni. Az, hogy komplexen kell szemlélni ezt a rendszert, és egységében kell változtatni rajta, azt gondolom egy alapvető kérdéskör. Magam részéről nagyon támogatom, de hosszú távon támogatom azt, hogy egy saját közlekedési vállalata legyen a városnak. Veszprém januárban tölti az egyéves időszakát, tehát akkor már lesz egy éves távlat, amiben nagyjából lehet látni majd azt, hogy milyen költségekkel, milyen tapasztalatokkal gazdagodtak, illetve költségek szabadultak meg, de hogy lehet majd viszonyítani ehhez. Fehérvárnak nem kell beleugrani fejest egy ilyen kalandba. Jól fel kell építeni, jó alaposan át kell gondolni, és aztán a későbbiekben kell hozzátársítani egy olyan üzletágat ehhez a szolgáltatás ellátáshoz, ami tud jövedelmező is lenni. Nem mindig feladat egy városnak egy gazdasági társaság működtetése, de azt gondolom, hogy ez esetben kivételt kell tenni feltétlenül. Az, hogy a jegyrendszer, a szolgáltatás minősége, a kiegészítő szolgáltatások, a kényelmi szolgáltatásoknak a fejlesztés, az nagyon fontos a közösségi közlekedés kapcsán.
kerékpáros infrastruktúra. Itt nagyon sok választókerületi képviselőjelöltünknek a programjában célirányosan szerepel a zárható kerékpártárolóknak a kérdése. Ez nyilvánvalóan azért, mert egyszerűen, ha menne is az ember kerékpárral, sok esetben nem tudja, hol ott hagyni. Vagy a kerékpártámaszok kialakítása is, ebben szerencsére van előrelépés, mert egy elég jó érdekszövetsége van a kerékpárosoknak, de azért innen van hova tovább lépni még mindig. A légszennyezettség kérdése is hamarosan itt van a küszöbünkön, hiszen... Igen, ez már ugye kapcsolódik azért ahhoz, amit a környezetvédelemmel kapcsolatban gondolnak a programjukban. Igen, nyilvánvalóan igen, hiszen ilyen autó mennyiség mellett előbb-utóbb el kell lépnünk. Most olvastam itt a napokban, hogy milyen mennyiségű fát ültetünk a városba. Csodálatos, az első leszek, aki felteszem a kezem, vagy nyomom a gombot a közgyűlésbe, hogy ezt fogadjuk el, ez nagyszerű kezdeményezés, de még mindig nem a belvárosban. A belvárosban töltjük a legtöbb időt, a legtöbb autó itt szennyez, a belvárosi zöld felületek viszont egyre kevesebbek. Az, hogy a Skála parkolóját, vagy akár az Esperanto teret, a parkoló részt egy fél szinten lejjebb süllyesztjük a földbe, és a tetejére gyönyörűen ki lehet alakítani parkot, ahol van zöld, van játszótér, van fa adott esetben, tehát egy lélegző kis tüdőt be a belvárosba, be a lakótelepe közelébe. És akkor a parkoló is megoldásra kerülne. Igen, a parkolás megoldásban ebben a két esetben pont nem, hiszen a parkoló száma nem növekedne ezzel. Nyilvánvaló a parkolóházak kérdése az egy megint másik kérdés, illetve ha már a lakótelepeket emlegettem, akkor ott nagyon fontos az, hogy elég sok helyen a zöld terület rovására veszünk el mindig több és több helyet a parkoló kialakítására, és gyakorlatilag egy ilyen felszíni autókereskedés képét mutatjuk lassan. Ezt meg kell oldani, tehát ezt nyilván parkolóházakkal lehet kezelni. Arra várni, hogy az emberek leteszik az autót, csak így egy varázsütésre az nyilván nem megy, tehát ezért kell komplexen kezelni a kérdést, a közlekedési lehetőségeket kell javítani, a parkolási lehetőségeket is kell ezt szerint igazítani. És ha egy picit visszautalhatok még az előbbi környezet tudatos kérdéskörre, megújuló energiák támogatása, lakossági szintű támogatása, mind családi házas övezetekben, mind pedig emeletes házak, társasházak, panelek esetében. Igen, és akkor még ami fontos téma, azt gondolom, és már beszélgettünk egyszer, akkor az oktatás ügyről is beszéltünk, fontos dolgokat ír egyébként, vagy írnak a programjukban, ami akár a védőnőket is érintheti egészen pontosan. Mi az, amit szeretnének, hiszen tudjuk, hogy védőnő hiány van szert az országban, és itt is. Egyrésztről a védőnő hiány is. Nem védőnő, bocsánat, óvónő. Hanem óvónő. Igen, óvónő. A védőnőkkel is én azt gondolom, hogy ez a magyarországi rendszer az egy csodás találmány, és nagyon sok terhet vesznek le az orvosok válláról a védőnők. Az ő pozíciójuknak az erősítés, az ő megbecsültségüknek a növelése is nagyon fontos, tehát azért ez a... Ha már így sikerült, akkor ezt azért fontos megjegyezni. Óvónő kérdése, igen, természetesen ugyanott tartunk, ahol az orvosokkal és ahol a pedagógusokkal. Az óvónőknek a kezdő fizetése a 194 ezer forint. Megnézzünk bármilyen kevesebb felelősséggel járó munkakört, azért lehet ennél magasabb fizetést is kapni. Nagyon sok kis település már bérkiegészítést ad. Itt ilyen 30 ezer forintos nagyságrendű bérkiegészítésről beszélünk. Székesfehérvel 9 ezer forintos kafetériát biztosít mindösszesen az óvónői számára. Tehát ebben lépni kell, a bérek kérdésében lépni kell. A törvény lehetőséget ad arra, hogy a bértáblától pozitív irányba eltérjen. A fenntartó, én azt gondolom, hogy ezt meg kell lépni, és sürgősen meg kell lépni. Azt már mondtam itt is, és máshol is elmondtam, hogy az óvónők önmaguk letettek egy javaslatcsomagot a város asztalára, amiben ők megfogalmazták, hogy mik azok a pontok, amivel az ő megbecsültségük, az ő munkájuk előtérbe kerülhet, és segítséget jelent számukra. Ebben van lakhatási támogatás, szolgálati lakás kérdése. Ebben van... Már csak a pedagógiai asszisztensek álláshelyének a kérdésköre is szerepel, hiszen sok helyen nincs maximálisan a mostani adott lehetőségek között sem kihasználva, és azért azt látni kell, hogy nagyon sok óvodában egyszerűen nincs elegendő óvónő, tehát hiányoznak, folyamatosan lenne
illetve folyamatosan van betöltendő álláshely. Azt tudom, hogy van egy, hát egy fórum, ahol a lakók azért fordulhatnak. Egészen pontosan hogyan néz ki ez, hogyan lehet a véleményüket, az ötleteiket, az ő terveiket leadni önöknek az Egyesület számára? Ennek több fóruma is van, de ami egy kicsit talán újdonságnak számít itt a városban, van egy véleményházikunk, ami már most lassan stabilan ezt a nevet viseli, volt már Kuckótól kezdve Bódénát minden szegény. Ez a Liszt Ferenc utcában található. Ennek az a lényege, hogy ebben van egy mikrofon, van egy gomb, az ember odaballag, belép a házikóba, lenyomja a gombot, folyamatosan nyomva tartja, és elmondja, hogy mi az, ami tetszik neki Fehérváron, mi az, ami nem tetszik, mit változtatna, hogyan változtatna, milyen javaslatai vannak, milyen problémái vannak. Mi ezeket összegyűjtjük, rendszerezzük, meghallgatjuk ugye a felvételeket, táblázatba rendezzük, pozitív és negatív, ezeket tartsuk meg, ezek pedig a megoldandó kérdések. Sokan használják ezt egyébként? Igen. Jönnek, érkeznek? Igen, és ennek több hozadéka is van, ugye az elérhetőségünk kint van a házon, tehát oda is az e-mailes elérhetőségeinkre is nagyon sok jön. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt a stúdióban, ennyi fért bele ebbe a mostani adásba. Köszönöm szépen. És köszönjük az önök figyelmét is, az Esti Mérlegben Horváth Ancsa Ágnest, a Szövetségben Fehérvárért Egyesület polgármester jelöltjét ismerhették meg kicsit jobban, bemutatta a programját nekünk. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!